Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata? Hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Mielőtt megnéznénk azt, hogy mit mutatnak a kártyák, mondanék valamit az asztrológiát illetően, mégpedig február 10-ére, hiszen akkor jelenik meg ez a felvétel. Uránusz bolygó hatása alatt vannak különös események, meglepetések, változások. Uránusz bolygó kapcsolatban van mindkét kármikus holdcsomóval. A lefele mozgó kármikus holdcsomó kétú az utal a múltra. Itt Uránusz bolygó és kétú között van egy kapcsolat, ami bizonytalanságokat vált ki nálunk, különösen akkor, ha sokat gondolunk vissza a múltra. Ez kivált félelmeket, bizonytalanságokat. Uránusz bolygó a másik holdcsomóval is kapcsolatban áll, mégpedig a felfele mozgó kármikus holdcsomóval, Ráhúval, ami jelenti a jövőt. Itt lesznek változások, a jövőre kell gondolni, és ez a kapcsolat jó, ez a kapcsolat előnyös. Tehát, ha vannak lehetőségeid, hogy most változtass valamit, munkahelyi változás, lakhelyi változás, vagy változik a hozzáállásod, vagy vannak új kapcsolatok, akkor vágj bele. Ne töprengj sokat, hanem indíts egy új irányt, vagy legyenek változások. Jupiter bolygó az tulajdonképpen szerencsét hoz. Jupiter az a szerencse bolygója, és jelenti az igazságot, de gyakran mutatja az igazságtalanságokat is. Ez lehet egy bírósági ügy is. Merkur bolygó jelenti a cselekvéseket, a szerződéseket, a kommunikációt a két bolygó között. Merkur bolygó és Jupiter bolygó között van egy kapcsolat, ami nehéz. Itt problémák vannak. Vagy igazságtalanságok érnek jelenleg, vagy valaki beszél veled és megsért téged, vagy vannak terveid, és úgy gondolod, hogy itt lesz egy jó irány, szép változások, mert megvannak a lehetőségek, ott van a szerencse, és ha elmondod ezt most valakinek, akkor az hátráltat téged, mert ez a személy vagy irigy, vagy kíváncsi, vagy le akar beszélni erről az új kezdetről. És most megnézzük a kártyákat, ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a három kérdőjeles jóslást, vagy egy másikat. A díjam az minden jóslásnál 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. Erről készítek egy videót álnéven. Nem szoktam elmondani a körülményeket, hiszen ez titkos legyen, ne tudjon senki arról, hogy rólad van szó. Ez a videó megjelenik mindig a másik csatornámon. Ezt úgy hívom, hogy Meisterin des Kartenlegens, és ha elkészült a videó, akkor e-mailen keresztül megkapod a linket hozzá, és megnézheted a saját videódat természetesen áll néven. És most megnézzük a kártyák jelentését, mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt látható ez a mágikus, ez a varázsló. Ez lehet az ő varázslatos kisugárzása, vagy ez a mágikus vonzalom kettőtök között.
esetleg érdekli a spirituális terület, megvannak a jó gondolatok, az ötletek nála, megvan a bizalom is. És itt látható ez a kehely ebben a kézben, vagy ő nyújtja át számodra ezt a kejhet, ami jelenti az ő érzelmeit, vagy megvannak nála az elvárások, hogy te nyújtsd át ezt a kejhet, te mutasd ki az érzelmeidet, hiszen a kejheknél mindig érzelmekről van szó. És most bepillantunk az ő érzelmi világába. Itt a 10-es szám szintén egy új kezdetre utal, de ő nagyon fáradt, kimerült, vagy vannak félelmek, bizonytalanságok. Úgy hasonlóan, mint ahogy Uránusz mutatja ezt, egy kapcsolat Uránusz és Kétú között, ez a múlt, ez hátráltat bennünket, de ha a jövőre gondolunk, ott megvannak a lehetőségek, és akkor lesz egy jó fordulat. Én úgy látom nála, a múlt játszik még egy szerepet, emiatt szomorú, kimerült, fáradt, bizonytalan, félelmei vannak. Itt a kelyheknél szintén érzelmekről van szó. Ez a három kehely ott mellette összetörött, ott folynak a könnyek, itt vannak emlékek a múltból, szomorú emlékek. Jelenleg nem mer lépni, inkább úgy befele fordul, vagy visszahúzódó, pedig érzi azt, hogy van jövő is, mint ahogy Uránusz Ráhúval ezt a kapcsolatot mutatja, a jövő, és itt vannak lehetőségek, ami szerencsét hoz. Itt is látható a két kehely a háta mögött, ez te vagy, és ő, és van jövőtök. Itt ki lehet építeni valamit. Neki meg kellene fordulnia, odafigyelni erre a két kehelyre, akkor észrevenni ezt. És mit fog tenni? Kicsit dacos. Lehet, hogy úgy tesz, minthogyha te megsértetted volna, és arra vár, hogy te közeledj, bocsánatot kéri, dicsért őt. Vannak elvárásai. Ez a kép azt is jelenti, hogy megvan ugyan az igény arra, hogy meglegyen a biztonság érzete, hogy ki tudjatok építeni valamit. Ezt jelenti itt a 4-es szám. De vagy ő fogva tart még valamit, vagy te, és ez akadály. Hiszen a kép mutatja azt, hogy ez a férfi ül a kincses ládán. És amíg a kezében van ez az érem, és nem tudja elengedni, akkor nem tudja kinyitni a kincses ládát, ahol az értékek vannak. Ezek lehetnek belső értékek is. Itt vannak tervek, ötletek, de még nem tudja, hogy lehetne ezt megvalósítani. Nem tudja, mi történik a közeljövőben, lép egyet előre, ott van a talaj a lába alatt, megvan a biztonság érzete, vagy mi történik, az is lehet, hogy lezuhan a mélybe. Itt kell a könnyűség, de nem szabad könnyelműnek lenni. Mindent jól át kell gondolni. Mi fűz össze benneteket, ezt mutatja a magyar kártya, amit a férjem készített, és itt van a rovás írás, meg egy betű, megnézzük, hogy ez mit jelenthet számodra. A T betű. Gondolkodj el azon, hogy kinek a neve kezdődik T betűvel, mint például Tibor. Vagy lehet egy helység is, nekem úgy most a Tisza jut eszembe. Vagy lehet egy fogalom, ami T betűvel kezdődik. Az érdekelne, hogy kinél mit jelent ez a T betű, örülnék annak, ha ezt leírnátok a kommentárban. A régi T betű így nézett ki, és ennek van egy szimbolikus jelentése. Itt
ez az életút, itt kereszteződik. Vagy lesz itt egy kapcsolat, vagy egy lehetőség, vagy te elérted az életutadon ezt a pontot, és itt most minden úgy előre megy, növekszik. Ami nekem még úgy eszembe jut, ennél a képnél, mint egy ajtókilincs, hogy valaki kopogtat az ajtódon, meg akar látogatni téged, vagy a te életedben nyílik ki egy új ajtó, ezek a lehetőségek. Mint mondtam, örülnék annak, ha leírnád a T betű jelentését a kommentárba, de leírhatod a véleményedet is. Ha tetszett a videó, akkor lájkold, vagy jelentkezz fel a csatornámra. Annak is örülnék, ha meglátogatnál a Facebook oldalamon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta olvashatod, hogy mi történik a maja naptár szerint. És ez volt a felvétel, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!